Sziasztok! Manapság nagyon nehéz döntést kell hozni, amikor az ember oda kerül, hogy miért többet egy szakma, vagy egy jó diploma. És hát azt kell, hogy mondjam, nem egyszerű a döntés, mert ugye már kiveséztük a korábbi vlogomban, hogy miért nehéz pályát választani. Na most, most se könnyű, de egy szakmunkás képző bizonyítvány ma kincset érhet, főleg egy olyan szakmában, ahol hiány szakmáról beszélgetünk. Miért van mégis az, hogy nagyon sokan akarnak diplomásnak menni? Talán a könnyű pénzígérete? Az, hogy kevés munkával, légkondicionált környezetben, rugalmas munkaidőbeosztás mellett tudunk dolgozni? Vagy talán úgy tudunk keresni gyorsan sok pénzt, hogy relatíve egy papír felmutatásával már szertettünk olyan képességekre, melyel el tudjuk látni a munkánkat rendesen? Nehéz ügy. Tény, hogy a fizikai munkát soha nem becsülték sokra, és bárki, aki akármilyen rendszerben élt fizikai munkásként, mindig is kiszolgáltatottabb és sokkal a kevesebb bérből, fizetésből kellett, hogy megéljen, mint az, aki diplomával rendelkezett, független attól, hogy milyen típusú diploma az. Na most ugye már azért Magyarországon sok főiskola és egyetem működik, és hát sok kar van, ami lássuk be, nem igazán tett jót az elmúlt 20 évben annak, hogy ezek a karok működtek. Higult az állomány és a színvonal. Jó magam is járt a főiskolára. És hát sokszor találkoztam olyan emberekkel, akik csak azért jelentkeztek főiskolára, mert a munkájukban szerettek volna előrébb lépni, és miután ez csak így lehet lehetséges, kénytelenek voltak tanulni. Nem mondom azt, hogy rossz a dolog a tanulás, csak nem biztos, hogy ez a módja annak, hogy több pénzt keressen valaki. Talán észre kellene venni lehet azt, hogy nem biztos, hogy a papír elég. Lehet, hogy kell azért az a munkaév tapasztalat. Adott munkakörben eltöltött idő, ami megmutatja számunkra, hogy meg hát a munkáltató számára, hogy igenis érünk valamit. Ma Magyarországon munkaerőhiány van. Rengeteg szakmunkás hiányzik, aki gyakorlatilag, ha dolgozna, ugyanazt a bért, vagy még többet vihetne haza, mint azok a kollégák, vagy munkásosztálytagok, akik mondjuk diplomával egy irodában ücsörödnek 8 órán keresztül, de gyakorlatilag olyan munkát végeznek, ami egy adminisztratív munkakör. És abban sem vagyok biztos, hogy a mai multinacionális közegben egy termelési dolgozó nem keres annyit, mint egy diplomás. Én úgy gondolom, hogy van ezért egy belépő szint, ahol már nagyon kemény különbségek, elhatárolódások vannak, és nagyon nagy rétegek, réteg elválások bér szempontjából. A kérdés igazából, hogy mit szánunk a gyermekünknek. Mi legyen a jó döntés? Dolgozzak a szakmámba, vagy menjek el és diplomázzak le? Ez mind attól függ, hogy milyen emberek vagyunk én szerintem. Sok függ attól, hogy mennyire vagyunk képesek kihasználni azokat az adottságokat, képességeket, melyeket hozunk magunkkal felnőttként. Mennyire tudunk alkalmazkodni, mennyire vagyunk képesek feltalálni magunkat, és amivel foglalkozunk éppen, az kielégít-e minket, segíti a fejlődésünket, vagy csupán időpazarlás, mely arra jó, hogy elmenjen az idő. És hát persze nem utolsó szempont, mennyiért? Erre nincsen jó recept, én úgy gondolom. Mindenki maga tudja, hogy mit szeretne. De onnantól kezdve valakit arra orientáltak, vagy úgy döntött, hogy tovább tanul, biztos jobb benne, hogy nem akar fizikai gyári munkásként, vagy bármilyen egyéb szakmában dolgozni, ha csak ettől függetlenül is nem húzza a szíve ahhoz a pályához.
Én is találkoztam olyan egyetemistákkal, aki lediplomázott és mégis asztalosként helyezkedett el. Mert egyszerűen szereti. Szereti azt, amit csinál. Alkot. Dolgozik. És élvezi, amit tesz. És biztos, hogy sok ilyen diplomás ember van, aki otthon bütykül, szerel, és tetszik neki, amit csinál, de ettől függetlenül abból él, ami a munkája. Szimplán megbecsülés kérdés, én úgy gondolom. Megbecsüljük a fizikai dolgozót, a szakmunkást, vagy lenézzük. Mert ha lenézzük, akkor nem biztos, hogy profitálni fog abból, amit tesz, és nem biztos, hogy úgy fog hozzáállni, ahogy mi ezt elvárnánk. De attól, hogy valakinek diplomája van, én úgy gondolom, hogy nem több és nem kevesebb. De ez már egy emberi kérdés, egy olyan jelenbeli kérdés, melyet nem szeretnék feszegetni, és nem is célom ebben a vlogban. Így hát marad az örök kérdés. Továbbra is. Diploma? Vagy szakmunkás bizonyítvány? Jelen helyzetben, ha most lennék 8. osztályos, biztos, hogy szakmunkás bizonyítvány. Elmennék vízvezetékszerelőnek, vagy gázszerelőnek, autószerelőnek, asztalosnak, köművesnek. Ha itthon nem, nyugaton biztos, hogy találnék munkát azonnal. Diplomásként azért kemény harc megy. Mindenki el akar helyezkedni egy jó cégnél, jó fizetéssel. Ott már virítani kell, tudást kell felmutatni, sokszor gyakorlatot is, amit azért tapasztaltam ismeretségi körömben, nem könnyű prezentálni egy-egy állásinterjúnál, és bizony egy kezdő diplomásnak azért rosszabbak az esélyei, mint egy kezdő szakmunkásnak. Mert szakmunkásból, fizikai munkásból soha nem lesz elég. Ők építik ezt az országot, és a jövőt is. De a diplomás az, aki megteremti a feltételeket, és lefekteti az alapokat. És meghatározza, hogy ez hogy történjen. És hát persze, aki irányít. Vagy ez igazságosa, vagy nem, azt mindenki döntse el maga. Én azt mondom, szeressük mind a kettőt. Kell mindegyik ahhoz, hogy épüljön egy ország. És épüljön a jövő. Ha tetszett a vlog, kövessetek minket a Facebookon, és lájkoljátok videóinkat. Sziasztok!